Egy videós legjobban a feliratkozásra tudtok támogatni, ezért kérlek ne felejtsétek el azt az egy kattintást. Köszönöm. Hát szervusztok, Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV, és igen, jól látjátok, Subnautica a Hagyma TV-n. Olyan nagyon nagy megtiszteltetés ért egyébként, hogy a kiadó ingyen odaadta nekem ezt a játékot, és hát ezt azzal hálálom meg nekik, hogy igazából megpróbálok egy sorozatot csinálni a játékból. Remélem tetszeni fog nektek, és remélem, hogy követni fogjátok a sorozatot. Teljesen új vagyok igazából, néhány videósnak a videóit nézegettem már, hogy egészen pontosan miről van szó, illetve már régebben is követtem ilyen csatornákat, de sok mindent nem tudok, és ezért nézzétek el nekem, hogyha valamilyen hibát követek el. De hát akkor indítsunk is egy új játékot most. Hát igazából úgy látom, hogy itt túlélő, szabadmód, hardcore és kreatív lehetőségek vannak. Hát én a hardcore módot választom ki, megmondom őszintén. Van csak először megnézem a grafikát, hogy megfelelően van-e beállítva. High-cast, ja igen, tökéletes. Milyen billentyűzet beállítások vannak. Jó, hát ezt meg fogom oldani szerintem. És új játék, és akkor hardcore. Kezdődjön is a nagy kaland. Ugye? Azt tudom, hogy a játék nagyjából arról szól egyébként, hogy egy hatalmas űrhajóval lezuhanunk egy teljesen tenger borította bolygó felszínére. És hát ugye a mentő kapszulában térünk magunkhoz, de mindjárt meg is fogjuk látni, amint a töltés véget ér. Na hát itt is vagyunk, el is indult a játék ugye, mint ahogy mondtam, hogy űrhajóról beleszintünk egy mentőkapcsolatot, becsatoljuk, és majd pár pillanat múlva lehet is látni egyébként, hogy a űrhajónk fölrobban a kis kukucskáló nyíláson keresztül, boom. Béza. Hát ugye úgy látszik, hogy önök az egyetlen túlélők egyébként, ez egy elszabadult koroldónak köszönhetően kapunk egy kokit. Hát ez bizony problémának tűnhet, főleg annak fényében egyébként, hogy ég a mentőkabinunk, mint a pokol. De hát ugye a problémát okozó koroltó itt is van a közelünkben, és azt használva hamar el tudnánk, hogyha átadnám az irányítást, hamar el tudnánk látni ezt a tüzet. Jó. Igen, van egy ilyen kis tabletünk, amiben az összes mindenféle elérhető információ megtalálható. Ez gyakorlatilag egyébként a különböző egészségügyi adatok, a leltárunk, mindenféle tervrajzok, amiket el tudunk készíteni, és az összes gyakorlatilag a történettel vagy a játékkal kapcsolatos információt itt megtaláljuk. És ugye pár alapvető info, amit itt rögtön érdemes az elején figyelemmel kísérni. Alul vannak a bárok, ide bármilyen olyan tárgyat ki lehet húzni, amit tudunk használni, 1, 2, 3, 4, 5. És bal oldalt alul pedig a sarokba, ott az oxigén szint, az egészségünk, az éhségünk és a szomjúságunk látható. Ebből már ki is találhatjuk, hogy valószínűleg ezek lesznek a fő dolgok, amiket nekünk figyelembe kell venni. Hogyha körülnézünk a mentőkabinban, akkor itt látunk több felszerelést. Először is elsősegély csomag készítőt, amit kiveszek az elsősegély. Itt vannak az energiaellátás. Van itt egy
mentőkabi rendszer, amit egyébként fogalmam sincs, hogy micsoda. És van egy fabrikátor, amivel gyakorlatilag ez egy gép, amit az alapanyagokból mindenféle kész terméket állít elő, és egy kommunikációs rendszer, ami szintén sérült, és heggesztőt kell vásárolnia. Megjavításához az összes készüléknek, illetve egészet kell csinálni. Ugye ahogy kimászunk itt a kabinból, rögtön az első, amit látunk, az a hatalmas űrhajónk. Ugye mindenkinek az első dolga az lenne, hogy beugrik a vízbe, odaúszik, csak iszonyatosan nagy rádióaktivitás veszi körbe, ami gyakorlatilag szinte azonnal megöl bárkit. Jó, aha, itt már látom, mintha fönn akartunk volna, mindjárt megnézem. És nagyjából ennyi. Tehát gyakorlatilag túl kell élnünk. Van egy hatalmas nagy óceán körülöttünk. Ebbe az óceánba mindenféle állat, mindenféle alapanyag, amiket ki kell szednünk. És kb. Ennyi. A középen fönt lehet látni a mélységet. Itt látszik, hogy a 12 méterre jön. Mindenféle halak, itt egy valamilyen robbanósegű hallal találkoztam éppen, de nem nyugszunk. Látjátok, az oxigén az folyamatosan fogy, amikor a víz alatt vagyok. Azt néztem meg, hogy most ugye nem akad fönt. Ebbe a szutyokba egyébként alulról is bele lehet menni, meg fölülről is bele lehet menni, és ugyanarra mind a két irányba ki lehet menni belőle. Na, hát akkor először is mire lehet szükségünk? Hát fogunk pár halat. Ahogy ezeket a halakat elkapjuk egyébként. Na. Kukucskálót fel. Ez a kukucskáló nevezetű hal. Valószínűleg a ordítón vagy szeméről lett ez elnevezve. És ki is írta a program, hogy a főt kukucskálót mi meg is találtuk, illetve fel is találtuk, akkor az azt jelenti, hogy mi ezt meg is tudjuk főzni. Plutty. Bizony. És akkor... Na. Ja, igen. Akkor elvileg meg is tudjuk enni. El is fogyasztottuk. Nagyon jó. Hát akkor most mit? Kukucskálót keressek? Párat, amit megfőzünk. Nem lehet több halat elkapni egyébként? Ez a hólyag hal, főtt hólyag hal összetevői felfedezve, tartósított... Nem tudom olvasni, igen. Jönjük és elolvasom. Attention. Detecting increased local radiation levels. Megemelkedett a helysugárzási szint. Trend is consistent with ongoing degradation of the Aurora's dark matter drive core due to damage sustained during collision. Attention. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with ongoing degradation of the Aurora's dark matter drive core due to damage sustained during collision. Continuing to monitor. De most akkor, igen, itt van. Hólyag hal. Tele van levegővel. Hát mit csináljuk? Tartósított, ugye akkor az ezek szerint, hogy tartósított kaját kell csinálni, hogy ne rohadjon meg pár perc alatt. Uh-huh. Hát először is akkor gyűjtögetnünk kell iszonyatos mennyiséget. De most csinálunk egy főt. Aha, akkor viszont nem engedtem el, akkor két halat hoztam, akkor ez viszont jót jelent, akkor kiszaladok és bizony, elkezdek halak után halkurászni. Közben pár dolgot azért mondanék először is, tehát a csatornámról. Először is azt, hogy köszönöm szépen, hogy nézitek. Egyre többen vagyunk, és ez... Á, én nem tudom, megkaptam.
Ez a bumeránkkal, tartósított bumeránkkal, meg főtt bumeránkkal fedeztük föl benne. Tehát először is köszönöm szépen, hogy ilyen sokan vagyunk. Köszönöm szépen, hogy folyamatosan kalaphal. Tartósított. Tehát igen, ezeket mind meg lehet főzni. Tehát még egyszer elkezdem. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek egyébként, aki részt vesz a csatornának az életébe. Nagyon jól esnek a kommentek. Nagyon jól esnek egyébként, hogy nézitek, hogy lehet látni a statisztikai adatokon is, hogy egyre többen nézitek a videóimat. Úgy érzem, így van értelme csinálni. Tehát ez nekem nagyon-nagyon-nagyon fontos, és ezért ezt köszönöm szépen. Hoppá, nem akarok meghalni, meghulladni. Sok minden tervem van igazából. Nagyon jó lenne, ha találnék végre egy játékot, és remélem, hogy például ez lesz az, amivel hosszú ideig tudok játszani. És tudnék egy sorozatot csinálni, és nem mondnám meg 86 másodperc alatt. Ugye a Wheelstar-ral játszok most legtöbb időt, de az egy olyan játék igazából, ami nem feltétlen olyan, amit érdemes folyamatosan gameplay csinálni belőle, mert berakjuk ide ezeket a főkárniket, hát legfeljebb megromlanak. Most meghaltam, vagy megettem mindent. Ugye ott egy MMORPG-ben, ott már közele ment a nap. Bizony. Hú, de szép lett ez a vízi világ, mindenhol kis világító akármik. Ahogy én néztem, ilyen lerakodott sót kellene keresnem, de én ezt meg soha életem nem találtam, és megmondom őszintén, hogy azt sem tudom, hogy hol keressem. Lehet, hogy meg kéne várni, hogy följön a nap. Na mindegy. Savgomba. Úgyhogy fém hulladék. Úgyhogy bizony remélem, hogy ezzel van a jó. Remélem, hogy ezzel a játékkal sikerül ezt egyébként egy kicsit ilyenfajta sorozatot is a videó és hát a csatornámra rakni. Ördögráját nem tudom elkapni. Mágin elfelejtettem azt a fránya oxigént, de most éppen megvettem. Erre jobban oda kell figyelnem. És emellett a sorozat mellett, amit most említettem, ami valószínűleg egyébként a szűzmegyőte lesz, emellett a sorozat mellett mindenféleképpen szeretnék minden héten új játékot is bemutatni. Ugye ami kávé az hoppá, kvarc. Túlélő felszerelések, hosszú távú lakóhelyek építéséhez használható a kvarc. Hát akkor nekünk kell valamennyi kvarc. Tehát számíthatok arra, hogy minden héten lesz új játék. Igyekszem olyat találni, amit azért valamennyire olcsóbb játékokat. Ugye hát nekem se végtelen a pénztárcám. Illetve hát azért sokan nem engedhetik meg maguknak sem azt a számítógépet, sem azt a... Aha, itt a kvarc. Ez kell. Meg elemhez rézért. Tehát nem engedhetik meg azt a számítógépet, vagy azt a pénzennyiséget, amivel meg tudnak venni egy-egy ilyen drágább játékot. Ezért úgy döntöttem, hogy vagy ingyenes játékokat 90%-ig, vagy ingyenes játékokat, vagy pedig
régebbi vagy alacsony számítógépes igényű játékokat mutatok be. De egyébként ez jellemző volt az eddigi videóimra is, tehát nem lehetett azt mondani, hogy egy-két kivételtől eltekintve, amik nekem személyes kedvenceim, hogy... ezeket bepakoljuk, kvarcot bepakoljuk, fémhulladékot bepakoljuk, aha. Na jó. Tehát eddig se volt jellemző az, hogy valami őrült nagy számítógépek igényeknek megfelelő programokat játszottam volna. És ez valószínűleg ez a jövőben is folytatódni fog. Próbálunk keresni mindenféle ilyen megoldást. Hát találok valamilyen... De inkább egy kicsit álljunk másképp hozzá, inkább kimegyek és megnézem, hogy mi kell mondjuk egy, nem tudom, egy felszereléshez. És akkor azt keresek. Na nézzük. Személyes felszerelés. Úgy látom, hogy jeladó, nem, szkaja, nyersanyag, de most itt nem is értem. Ja, eszközök itt vannak, ezeket kerestem, és akkor elemlámpához kell elem, meg üveg. Túlélőkés, szilik titán, meg szilikon gumi. Continued degradation of the Aurora's drive core may cause a quantum detonation. Calculating risk assessment. Death by malnourishment. 7%. Tehát mit is gondoltam, hogy kell titán és szilikon, ami azt jelenti, hogy alapanyagok a if the drive core is breached, probability titán, of death increases to 65%. Azt lehet akkor titán, a fémhulladékból lehet csinálni titánt. Aha, egy szilikon gumi, az meg kúszó, szőlő, magfűrt. Hát ez van hosszú, ó, közben följött a nap, hála Istennek, már jó. Tehát akkor fém hulladékot keresünk, meg valami kúszó, szőlő fasságot. Hát gondolom ezek itt fém hulladékok, úgyhogy megyek is rájuk. Úgy. De elképesztően jól néz ki egyébként. Ah, és ott ilyen halfej, vagy nem tudom, hogy ilyen. Ott vannak szerintem az a funkció akármi. Hoho, ez mi az? Szerintem az lesz az, az néz ki úgy, mint egy magfűrt lenne. Húszós. Ah! Hé! Ó! Oh! Koma! Az Isten áldjon meg. Itt ilyen ragadozók vannak, vazeg. Ezt gyorsan leszedem. Nagyon gyorsan. Na, mi van? Ja, eszköztár megtelt. És már húzok is vissza a helyemre. Jó, hát adott egy kokit. Kis bajtás. Arról nem volt szó, hogy ilyen veszélyes halak is élnek. De hát ugye... ez a szép ebben a játékban, hogy mindig meglepetés ér minket. És akkor titán. Hogy titán. Legyártok egy rakat titánt, ennyi volt. És szilikon gumit.
Jó, és akkor elvileg... Aha, vízálló tálaló, az még nem kell nekünk. Elvileg akkor a kést, túlélő kést letudom gyártani, de is gyártottam, nagyon jó, és léghója kimérő akció által termelt levegőnél könnyebb gáz személyes felhajtó erőért. Ja, ezt gondolom megnyom és fölmegyek hamar. Aha. Robbanópor, élőhely építő, és lézervágó. Ha megcsináltam a kést, én úgy gondolom, hogy talán a heggesztő lenne a következő, amit nekem érdemes lenne megcsinálni. Ezt itt át is állítom, hogy ez legyen itt. Na ez hogy kell. Hogy kell ezt lerakni? Na mindegy, berakom ide, és akkor biztos, hogy lerakódik, hogy... Jó. Bármennyi titánom van, te. Igen. Tehát akkor nézzük meg a következőt, amit eszközök. A heggesztő, magnézium meg robbanó por kell nekem, alapanyagok. Magnézium. Itt van sólerakódás. És robbanó por. Azt nem is tudom. Na mindegy, egyelőre akkor... Vízálló tároló, hát... Na, hogy csinálok egy vízálló tárolót, telepíthető. Na, és azt hiszem, ahogy én láttam a videósoknál, ezt kintre kell adni. Ahogy. És akkor ebbe már, opa. Ebbe már... Hogy lehet ebbe belepakolni? Ja, igen. Ott a tetejét kell megnyomni. Tökéletes, ebből belepakolom a titánokat. Meg egyelőre a szilikon gumit, meg ezt a szutykot. Úgy, és akkor már mehetünk is tovább. De csólerakódás kell először is keresnem, meg hát mindenféle olyan állatot megvizsgálnom, amit eddig még nem vizsgáltam meg. Ami volt. Hogy nézhet ki a csólerakódás? Ez már egyszer, azaz? Mészkő kinövés. Hopp, titán volt benne. Ez mi? Ja, ezek alaphal, ezt már egyszer felvettem. Hol lehetnek ezek a sókinövések? Az ott megint titán lesz, nem baj. Ja nem, ez ezüst volt. Ahogy láttam.